Isten tisztelet, Tiszató téli vízszintjének beállítása, népszerű volt az idei konyhakert program, többe fog kerülni a hal karácsonyra. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. november 21-én 18 óra 5 perckor. Isten tiszteletre várták a híveket a református templomba. Pál apostol nem azt írja, hogy őrizd meg a te erőd által a rád bízott drága kincset, a Krisztus arcot, a Krisztus szeretetet, Krisztus megbocsátását, életét, szavait, gondolatát. Nem azt mondja, hogy a saját magad erejéből őrizd meg, hanem azt mondja a Szentlélek által. Ennek a drága kincsnek a megőrzése az, hogy olvasod a Bibliát az otthonodban. Hogy imádkozol minden este összekulcsolt kézzel. Ez a drága kincs az, hogy segítünk másokon, szóval, tettekkel, más gyülekezeteken, közösségekkel, közösségeken, akiknek kevesebb van valamiből. Ez a drága kincs az, hogy átjárja-e a mi szívünket a szeretet, hogy oda tudjuk adni ezt a szeretetet másoknak is. Sokszor van az, hogy szeretünk, igen, szeretünk, csak lehet, hogy nem lehet látni rajtunk, nem lehet érezni rajtunk. Mi érezzük, de lehet, hogy más nem érzi. Ehhez kell az Isten szent lelkének a megelevenítő, megbátorító ereje, hogy merjünk szeretni a krisztusi szeretettel. A reformáció ünnepe nem csak azt jelenti, hogy visszanézünk, hanem előrenézést is jelent. A bizonyosságot, hogy őrzöm tovább a kincset, majd továbbadom, hogy ragyogjon, és ha majd egyszer el kell számolnom az őrzése felől, hűséggel meg tudok állni az én Uram előtt. Megtettem, Uram, amit rám bíztál, megőriztem, igyekeztem továbbadni szeretteimnek, körülöttem lévő közösségnek, és most itt állok a te színed előtt. Szeretett testvéreim, ez a reformáció. A ránk bízott igét, evangéliumot, drága kincset, Isten szavát, Krisztus arcát nem eltenni a zsebünkbe, hanem továbbadni másoknak is, hogy ők is megérezhessék Istennek a szeretetét, megbocsátó gyógyító kegyelmét. Így éljük majd a napjainkat. Amen. Válaszoljunk a mi Istenünk megszólító üzenetére és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, bocsáss meg nekünk, hogy alig merünk egy-egy szót is szólni megváltó Jézusunkról, pedig ő életét adta értünk a kereszten. Bocsáss meg, hogy többre becsültük az emberek tetszését, mint a te igazságodat és kegyelmedet, és ezzel talán elmulasztottuk a másoknak való segítségadását, pedig nagy bajban voltak, és szükségük lett volna rá. Köszönjük neked, hogy olyan nagy a te türelmed, mi is ilyen türelmesek szeretnénk lenni azokkal, akik körülöttünk vannak. Köszönjük, hogy olyan nagy a jóságod. Ezt a jóságot szeretnénk mi is gyakorolni, amikor olyan emberrel találkozunk, aki nem jó hozzánk. Könyörülj rajtunk, hogy vissza ne éljünk türelmeddel és irgalmas szereteteddel. Adj nekünk is türelmet, amikor körülöttünk mindenki siet,
és az emberek egymás szavába vágnak. Segíts minket megértő emberekké válni. Mennyei édesatyánk, köszönjük az ünnepnek a csendességét, áldását, hogy kiszakítasz bennünket a hétköznapokból, és elkülönítesz számunkra egy szent napot. Amikor arra emlékezhetünk, hogy őseink a te írásodat, szavadat tartották a legfontosabbnak, mert abban van az élet, az erő és a hatalom. Mennyei édesatyánk, hálásak vagyunk ezekért az emberekért, akik megőrizték a kincset, átadták nekünk. Mi is ugyanígy szeretnénk átadni gyermekünknek, férjünknek, feleségünknek, barátunknak, kollégánknak, gyülekezeti tagunknak. Hadd tudjuk továbbadni mi is ezt a lángot, ezt a fényt. Szüksége van a világnak, Krisztus arcára. Nagy szüksége van. Add, hogy legyen erőnk továbbadni az életnek a fényét, Krisztus arcát. Hallgass meg Istenünk imádságunkat. Amen. Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság minden évben ütemterv alapján állítja be a Tiszató téli vízszintjét. Idén a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság a Tiszató téli vízszintjének beállítását egy lépcsőben tervezi végrehajtani. A tározó vízszintjét az alábbi ütemterv alapján kívánják csökkenteni a téli vízszintre. A Tiszatavi Sporthorgász Közhaszon Nonprofit Kft. És a Kőti Vízik fokozott együttműködése alapján készített monitoring terv alapján. A víz csökkentés végrehajtását és ütemét befolyásolhatja, módosíthatja egy esetlegesen kialakuló és levonuló árhullám. A Tiszató leürítési ütemterve 2022. évben. Indulási szint 725 plusz-minusz 5 cm. Felvízszint, centiméter terv, november 12, 720 cm, november 13, 710 cm, november 14, 700 cm, november 15, 692 cm, november 16, 685 cm, november 17, 677 cm, november 18, 670 cm, november 19, 662 cm, november 20-a 655 cm, november 21-e 647 cm, november 22-e 640 cm, november 23, 632 cm, november 24-e 625 cm, november 25-e 617 cm. A Tiszató téli vízszintje a továbbiakban 620-10 cm. Stúdiónk mai vendége volt Sári Kovács Szilvia alpolgármester, a Legszebb Konyhakertek Magyarország Legszebb Konyhakertjei országos program ötletgazdája, programigazgatója, akivel az idei versenyről, a 2022-es év témájáról, a díjátadóról, a díjazottakról, valamint a jövőbeli tervekről is beszélgettünk. Mai vendégünk Sári Kovács Szilvia, Karcagváros alpolgármestere, a Legszebb Konyhakertek Magyarország Legszebb Konyhakertjei országos program ötletgazdája, programigazgatója. Üdvözlöm, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen, és én is nagyon sok szeretettel üdvözlöm a kedves televízió nézőket. Az elmúlt hétvégén került sor a Legszebb Konyhakertek program díjátadó ünnepélyére, de ne szaladjunk előre ennyire. Kezdjük az elején. Milyen volt az idei évi program, mi volt a téma, hogyan alakult az idei évi verseny? Ebben az évben a környezettudatos kert volt a kiemelt témánk. Itt tulajdonképpen azt vártam a kertművelőktől, hogy a környezetüket védve, környezettudatosan műveljék a kertjüket, amiben nagyon sok paraméter bele tartozott. Gyűjtsék az esővizet, lehetőleg esővízzel öntözzenek, a tápanyag utánpótlásnál lehetőleg szerves tápanyagot használjanak, komposztáljanak, védjék a természetet azzal, hogy madárbarát, rovarbarát a kertjük, és még számos más ilyen tulajdonságot felsorolhatnék, és bizony a kertesek, örömmel jelentem, hogy így művelik a kertjüket,
nagyon sok újrahasznosított elemet találhatunk a kertben, mindent próbálnak hasznossá tenni, és nem kidobni, illetve az maguk hasznára fordítani, és egyre többen foglalkoznak már azzal is, hogy a méheknek, rovaroknak helyük legyen a kertjükbe, és aztán beköltöznek a békák, gyíkok, sünök, úgyhogy tulajdonképpen úgy mondom, hogy egy egészséges flóra alakul ki egy-egy kertben, és ez segíti azt, hogy ők természetes módon tudjanak védekezni a kártevőkkel szemben is. Ebben az évben nagy nehézség volt számunkra, hogy szintén későn indult az év, csapadékkal problémák voltak, hol sok volt, hol kevés volt. Aztán megállapodtunk a június 8-ai vagy 10-ei medárdi eső után, hogy nincs eső, és 2,5 hónapig tulajdonképpen alig-alig volt csapadék Karcagon, de ezt elmondhatja a Dunán innen eső rész, szinte az egész országot tekintve, kivéve a Dunántúlt, ahol azért többször volt eső. Ez nagyon rányomta a bélyegét az egész programra, de ennek ellenére 342 településünk volt, és 2379 kertnevezéssel zártuk az évet. Hogy ez pontosan hány kertművelőt jelent, még nem tudjuk, hiszen a mai napig is történik az adatfeltöltés, amikor kiderül, hogy egy-egy kertet hányan művelik. És nagy öröm számomra, hogy idén is nagyon sok határon túli településünk volt, pontosan 47 település mérette meg magát a legszebb konyhakertek helyi versenyében, és nagyon szép eredmények születtek. Én úgy gondoltam, hogy talán az országos díjra alig-alig fognak jelölni kerteket, de itt is meglepetésért, hiszen 81 település 150 kertjét nevezték országos díjra. És hát gyönyörű kerteket láttak a településeken, bár nagyon sok helyen csak egy kertszemlét tudtak megtenni, főleg ott, ahol a száj volt, illetve ott, ahol a jégkár, illetve a nagyon nagy csapadék elmosta a kertet, mert hisz erre is volt példa. Karcagon is csak egy kertszemlét tudtunk megtenni, pontosan időben, mert akkor, amikor kint voltunk a kerteket megnézni, gyönyörűek voltak a kertek. És ugye ezt követően jött az asszály, ami azért megtizedelte a termést, és bizony-bizony átírt úgymond mindent. Hogyan zajlik a kertbejárás? Ugye volt most arról szó, hogy kevesebb helyre tudtak eljutni, de mégis kicsit avassuk be a nézőket, hogy hogyan történik egy ilyen kertszemle. Hát a kertszemle úgy történik, hogy ugye bejön a kertnevezőnek az adata, nevez a kertjével, és akkor tudjuk az elérhetőségét, és mielőtt mi mennénk kertet nézni, akkor fölhívjuk telefonon, és egyeztetünk vele egy időpontot, amikor neki is alkalmas ez a kertszemle, és akkor mi az időpontban megjelenünk, és megnézzük a kertjét, megtekintjük, beszélgetünk, hogyan műveli a kertjét, kitöltjük az értékelőlapot, amin számos kérdés vonatkozik arra, hogy ő milyen vetőmagot használ, milyen kertművelési szokásai vannak, és fotókat is készítünk a kertről, és várjuk majd a második kertszemlét, bár már én akkor jeleztem, hogy nem biztos, hogy fogunk tudni menni, hiszen akkor már a meteorológiai jelzések előre jelezték, hogy várható a nagy forróság, és úgy gondoltuk, hogy a forróság után megint, amikor megújul a kert az eső után, akkor még egyszer megnézzük a kertet, ez általában mindig így szokott történni, de ez most nem következett be sajnos, így aztán a második kertszemle, ahogy említettem, elmaradt. És a kertesek nagyon-nagyon nagy örömmel várnak bennünket a szemle előtt. Van olyan kert, amit teljesen legerebbéznek, és még egy lábnyomot sem lehet látni, amikor félve lépünk az utakra is, de tényleg nagyon-nagyon szépen és gondosan művelik a kertjüket, és bizony, hogyha előtte való nap sikerül az egyeztetés, akkor is rendben találjuk a kertet, holott akkor már ugye egy nap alatt nem tudnak mindent rendbe hozni, és mindent gyomtalanítani, mindent tüktig módra elrendezni. Tehát tulajdonképpen bármikor mehetünk a kertet megnézni, én úgy gondolom, hogy az a kert, amit neveznek, az mindig rendben van, és mindig gondosan szépen van tartva. Voltak-e olyan jelentkező települések, akik eddig még nem vettek részt a programban? Igen, mindig vannak új településeink, ebben az évben is sokan voltak, főleg kisebb települések, de nagyváros is csatlakozott hozzánk. Én úgy gondolom, hogy mindig van olyan település, amelyik most nem tudja fölvállalni a nevezést, hiszen nagyon sok pályázati munkájuk van, ami elviszi az erőt a kertprogram megvalósításától, de mindig vannak olyan települések, akik fölvállalják, és utána örömmel évről évre részesei és társai a programnak.
Én megköszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt, és beszámolt a részletekről. Köszönöm szépen a lehetőséget, és még egyszer köszönöm minden drága kertművelőmnek a munkát, és várom a következő évi jelentkezéseket is. A rendkívüli asszály, valamint a takarmány és energiaárak drasztikus emelkedése újfajta kihívások elé állította idén a haltermelő ágazatot, ennek ellenére lesz elég tógazdasági hal a horgászat számára szükséges haltelepítéshez és a lakosság karácsonyi igényeinek kielégítésére is a szakmai szervezetek szerint. Magyarországon 26 ezer hektáros összterületű magyarországi tógazdaságokban idén komoly gondot okozott a 121 éve nem látott óriási asszály, amely legsúlyosabban a Dunántúli völgyzárógátas halas tavakat érintette. Több száz hektárnyi tófelület kiszáradt, illetve több ezer hektáron csak a felét tudták biztosítani az üzemi vízszínnek. Egy olyan 25-26%-os áremelkedés volt. De ugye ezt az ágazatot is befolyásolta az asszály, különösen a Dunántúli tógazdaságokat, de mint korábban említettem, az ügyvezető igazgatónk úgy tájékoztatott, hogy a folyamatos halellátást tudja biztosítani Tiszasüly, hiszen ennek az üzletnek Tiszasüly a termelői háttere, de nem csak az saját üzletének a halellátására hivatkozott, hanem az ország halellátása is biztosított. Ezt a tájékoztatást kaptam tőle. A sekély vizekben könnyen prédává vált halállományt kormoránok, gémek, kócsagok, sirályok pusztították. Térségünkben körtöltéses tavakban folyik a termelés, szerencsésebb a helyzet, mert bár jelentős villamos energia felhasználással, de ezeket a tógazdaságokat el tudták látni vízzel. A költségek emelkedése miatt karácsonykor akár 1800-2000 forintba is kerülhet egy kiló ponty. A roham még nem indult meg, de már egyre többen vásárolják karácsonyra is a halat tőlünk. A mai nap folyamán is, tegnapi nap is volt olyan vásárlóm, aki például Hevesre vitte innen a karácsonyi halat, vagy Gyöngyösre a múlt héten, tehát azért egyre többen vásárolnak már az ünnepekre is. Míg a korábbi években a magyar haltermelés 18-22%-át exportálták, idén várhatóan ez az arány 10% alá csökken, a hazai ellátás zavartalanságáért pedig megjegyezték, keresett a jó minőségű magyar hal a környező országokban. Karácsonyra legtöbbet ponyból vásárolnak a vevőink. Élő formában 1900 forint kilója, a ponyszeletnek 2790 forint kilója, a ponyfejfaroknak 480 forint kilója, és a ponyfilének 3240 forint kilója. Illetve van ugye a ponty belsőség, ami szintén keresett kurencik ilyenkor, annak is 2790 forint kilója, hasonlóképpen a ponyhal szelet árához. Idén 800 ezer fölé emelkedett a regisztrált horgászok létszáma Magyarországon. A természetes vizek nagy részét, több mint 60 ezer hektárt a MOHOZ kezeli, ahová több mint 5 milliárd forintból mintegy 4800 tonna halat telepítettek. Az elkövetkező időszak feladatának nevezték a szolgáltatások színvonalának megtartását, benne a haltelepítésekkel és a több mint 1000 fős halőri létszám ellátását megfelelő eszközökkel. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Médiacentrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!